A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara együttműködve Nyíregyháza városával és a Szlovák Köztársaság nagykövetségével azzal a céllal rendezte meg a fórumot, hogy gazdasági szempontból is közelebb hozza egymáshoz a két országot, ezáltal lehetőséget biztosítva a helyi és megyebeli vállalkozások számára szlovák cégekkel, partnerekkel való együttműködésre. A kamarának az egyik alapvető feladata az, hogy üzleti lehetőséget biztosítson a vállalkozások számára, és kitekintsünk a határokon túlra is, és olyan vállalkozókkal ismertessük meg a megyei cégeket, akikkel esetleg üzleti kapcsolatba kerülhetnek az elkövetkezendő időszakban. Mi úgy gondoljuk, hogy a szlovák partnerkeresés az egy nagyon fontos feladat lehet, hiszen közös határunk van, és a közelség is olyan, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy szorosabb üzleti kapcsolatokat építsenek ki a gazdálkodó szervezetek. A fórumra nagy számban érkeztek helyi és megyebeli vállalkozók, akik lehetőséget kaptak a szlovák vállalkozásokkal történő közvetlen kapcsolatfelvételre, valamint az előadókkal való személyes konzultációkra is. Idegenforgalmi szempontból szeretnénk mi is információt kapni a határon túli vállalkozókról, illetve vállalkozásokról. Jelenleg most a vállalatunk, a cégünk szintén egy projektben próbálkozik idegenforgalommal, ez Tokaj-hegy alja. A város, Nyíregyháza is, és Tokaj is most már lassan össze lesz kötve, ha más nem kerékpárúttal jelképesen, de szeretnénk, hogyha ez tényleg valóban tovább nyúlna a határon, és ennek egy alapjait, illetve a kezdő lépéseit szeretnénk itt egy kicsit megtenni, és információt szerezni mind arról, hogy odaát, hogy zajlik ez a kis idegenforgalmi kapcsolat. Az eseményen jelen volt dr. Kovács Ferenc polgármester, aki hangsúlyozta, az elmúlt néhány esztendőben sikerült szorosabbra fűzni a két ország közötti kapcsolatokat, elsősorban az oktatás és a kultúra területén. A jövő azonban a gazdasági együttműködések kialakításáról kell, hogy szóljon. Mi a hátterét, a feltételeket tudjuk segíteni. Konkrétan az együttműködéshez vállalkozók kellenek, cégek kellenek. Ez az első lépés, hogy találkozzanak egymással, tudjanak egymásról. Én biztos vagyok benne, hogy ha ez megtörténik, és megfelelő módon, akkor ebből közös haszon is lesz, ami természetesen a gazdaság együttműködés mellett jelent foglalkoztatást, munkahely megtartást, és hát külön kiemelném a turisztikát, ahol talán már ez sikerült is elmozdítani, hiszen láthatjuk azt, hogy az elmúlt 5 év turisztikai fejlődésében a szlovák vendégészaka szám az az első. A rendezvényen az érdeklődő vállalkozók információkat és előadásokat hallhattak a szlovák-magyar gazdasági kapcsolatokról, a szlovák piaci lehetőségekről, kiemelten Kassa és Eperjes gazdasági és idegenforgalmi potenciáljáról.